Sziasztok! Hello! Úgy nagyon élveztem a dicsőítést, és közben kétszer megszólalt a telefonom. I really enjoyed the worship time, and in the meantime, my own phone went off two times. És most is rezeg, de majd megbeszéljük utána. And even now, it's, how do you call it? Akkor is átadom ma este azt, amit it's ringing. Yeah. Akkor is átadom azt, amit Isten így kitalált. But no matter what, I will give you the message that God laid on my heart. A mai tanításom címe az, hogy győzelem a bűn felett. Today's teaching is about victory over sin. Úgy gondolom, hogy kétfajta üzenetet kapunk az apostoloktól az Új Szövetségben. And I think that we received two messages from the apostles in the New Testament. Az egyik, amikor arról van szó, hogy mit tesz, vagy mit tett velünk Isten. One message concerns what God does or did for us or with us. Ezekről én nagyon szeretek tanítani. And I really love to teach about these things. Na, nagyon inspiráló, hogy mennyire szeret minket az Isten. Because it really inspires. It's really inspiring to see how much God loves us. De az apostolok arra is figyelmeztetnek, hogy mire figyeljünk mi oda a keresztény életünkben. But the apostles also warn us what we should pay attention to in our Christian walks. Erről kevésbé szeretek tanítani, de That is not as much my favorite topic, but a mai téma inkább arról fog szólni, hogy Isten mit tett velünk. But today's message is more about what God did for us. És ahhoz, hogy jól értsük a saját döntéseink helyét a keresztény életünkben. And in order for us to understand the place of our decisions well in our Christian walks. Jól kell értenünk, és jól kell hinnünk azt, amit a megváltásban Istentől kaptunk. We need to understand and believe rightly what God gave us in redemption. És amit kapunk is a folyamatosan a keresztény életünkben Istentől. And what he keeps giving us throughout our Christian lives. És hogy a keresztény testvéreimmel így beszélgetek. And as I talk to my Christian brothers and sisters here. Kétfajta látásmódot élek felfedezni a megváltott élettel kapcsolatban. I noticed two different mindsets or views about our redeemed lives. Szóval az egyik ilyen látásmódot én a gyenge evangéliumnak neveztem. I call one of these views the weak gospel. És hadd szemléltessem ezt egy Luther Mártontól származó idézettel. And please let me illustrate it with a quote written by Martin Luther. A kereszténység nem a külső viselkedésben áll. Az ember sem a külső állapotát változtatja meg, hanem a belső, vagyis más szíve van, más lelke, akarata és értelme, amely ugyanazokat a tetteket viszi véghez, amelyeket egy másik ember ilyen lélek és akarat nélkül tesz. Egy keresztény ugyanis tudja, hogy minden Istenen múlik. Ezért úgy jár, áll, eszik, iszik, ruházkodik, cselekszik és viselkedik, mint bármely más ember a maga állapotában, tehát a kereszténységet nem veszik észre az emberek. Egy keresztény nem lehet igazán a külső élete alapján megítélni, mert az épp olyan tisztátalan és roskat, mint a nem keresztények élete. Ezért kell naponta így imádkoznunk, bocsáss meg vétkünket. Aki azonban egy keresztény igazán meg akar ítélni, tegye azt a hit alapján, hiszen testünk és vérünk szerint bűnösök vagyunk, és épp úgy meg kell halnunk, és épp úgy, vagy még jobban kell számítanunk mindenféle szerencsétlenségre, mint azok az emberek, akik nem keresztények. Mert a keresztények jobban érzik a bűnt, mint más emberek. Christianity is not about outward behavior, since it is not his outward state that a man changes, but his inward state, which means he has a different heart, a different soul, will, and mind, by which he does the same things that somebody else does without such a soul or will. A Christian knows that everything hinges on God. Therefore, he walks, stands, eats, drinks, dresses, acts, and behaves just like any other man in his own state, so Christianity is not noticed by people. A Christian cannot really be distinguished based on his outward life, because it is just as impure and fallen as the life of a non-Christian is. That is why we need to pray daily, forgive us our sins. But if someone wants to rightly judge or distinguish a Christian, they should do it based on their faith. Since according to our flesh and blood we are sinners, we need to die and can expect the same or even worse afflictions than the non-Christians. Because Christians are more sensitive to sin than other people. Szóval ez szerint a nézet szerint mi történik a megváltásban?
So based on this view, what happens at redemption? Hitáltal bűnbocsánatot nyerünk. We receive the forgiveness of our sins by faith. Ez így rendben is van. And that's okay. Új szívet, gondolkodást és akaratot kapunk. And we receive a new heart, a new mind, a new will. És ennek az eredménye, hogy őszintén bánjuk a bűneinket. And as a result of that, we are sincerely sorry for our sins. Amit Isten mindig megbocsát. And God always forgives them. És ez is eddig rendben van. And even that is okay. De a bűn elleni harc során ugyanolyan erőtelnek vagyunk, mint a nem hívő emberek. But in our struggle against sin, we are just as weak and powerless as the non-believers. Ennek a nézetnek van egy jövőképe. And this view contains a view of the future too. Bűnöket bűnökre halmozva, mindig megbánva valahogy belebukdácsolunk a mennybe. And piling up sin upon sin but always repenting of them, somehow we will just make it to heaven, fall into it kind of. Én sok szempontból nagyon tisztelem Luthert. Sok szempontból nagyon tisztelem Luthert, Márton. In many respects, I really respect Luther. De szerintem ebben téved. But I think he was mistaken when it comes to this. A másik nézet a keresztények között az erős evangélium, így hívom. The other view among Christians, I call the strong gospel. És ezt egy Jézustól való idézettel szemléltetném. And I would like to illustrate it by a quotation by Jesus. János evangéliuma 8. rész, 31-35. It's in the Gospel of John, chapter 8, verses 31-35. Akik angolul olvassák, azok kövessék. Those of you who are English speaking, please just follow along in your Bibles or on the screens. Azt mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak: ha megmaradtok az én beszédeimben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismerjétek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Erre azt felelték: Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Miért mondod, hogy szabaddá leszünk? Jézus így válaszol: bizony-bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki a bűn cselekszi, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad mindörökké a házba, a fiú maradott mindörökké. Ezért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Mi történik a megváltásban e nézet szerint? What happens at redemption according to this view? Megismerik az igazságot Jézusról és saját magunkról. We get to know the truth about Jesus and ourselves. És hitáltal bűnbocsánatot nyerünk. And by faith we receive the forgiveness of our sins. Újjászületünk, új szívet kapunk. We are born again and we receive a new heart. Új gondolkodást, új akaratot. A new mind and new will. És természetesen ezután bűnt követünk el, Jézus megbocsát nekünk. And of course, if we commit some sin after that, Jesus will forgive us. Hiszen őszintén bánjuk ezeket, zavarnak ezek a dolgok. Since we sincerely regret these things and we are bothered by them. Mindeközben viszont Isten mennyei erővel változtatja meg a mi életünket. But in the meantime, God is transforming our lives by his heavenly power or divine power. Így egyre inkább úgy cselekszünk, mint Jézus. So we end up behaving and acting more and more like Jesus. És egyre kevésbé cselekszünk úgy, mint a megváltásban még nem részesült emberek. And we act less and less like those who haven't been redeemed yet. Jézus valóságosan felszabadít a bűn rabszolgasága alól. And Jesus truly sets us free from the slavery to sin. Ez az ő jövőképe velünk kapcsolatban. And this is his view of our future. De hát honnan tudhatjuk, hogy az erős evangélium a helyes látásmód? But how can we know that this view called strong gospel is the right view? Odalapozhatunk például Péter második leveléhez. We can turn to the second epistle of Peter, for example. Első rész, 3., 4. vers. Chapter 1, verses 3 and 4. Az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való az ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, kikerülve azt a romlottságot, amely a kívánság miatt van a világban. Szóval a megváltás része
hogy Isten az ő szent természetéből és erejéből ad át nekünk valamit. So it is part of our redemption that God gives us something of his holy nature. Azt mondja Péter, hogy valami itt a részünké válik. Because Peter tells us that something becomes a part of us. És mi lesz az eredmény az életünkben? And what will the result of this be in our life? Hogy a Luther által is leírt romlatság elkezd megjavulni. That the corruption or the depravity described by Luther starts getting improved. Hát megyünk Péter első levelébe. If we go over to the first letter that Peter wrote. 1:13-19-ig olvasnám. In chapter 1 I will read verses 13-19. Azért felövezve elmétek derekát, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus hoz nektek megjelenésekor. Mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat korábbi kívánságaitokhoz, amelyek a tudatlanság ide alatt voltak bennetek, hanem amint szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek egész életviteletekben. Megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. És ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél mindenkit, cselekedetei szerint félelemmel éljétek jövevénységetek idejét, tudva, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitok törölkölt hiábaló életetekből, hanem Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtlen báránynak a drága vérén. Az első kérdés, hogy miben legyen nekünk biztos reményünk? So the first question is, what should our sure hope be in? Hogy Jézus érkezésekor mi kegyelembe fogunk részesülni. That at the return of Christ we will be given grace. Amikor ő megérkezik, nem azt fogja kérdezni, na akkor hogy sikerült a keresztény életed? When he returns, he's not going to ask us how we managed to live this Christian life of ours. Bemész a mennybe, nem mész be a mennybe? Will you enter heaven or will you not? Hanem jön, megragad és bevisz téged a mennybe, mert hiszel benne. But he will just come, grab a hold of you and take you into heaven, because you believe in him. Viszont már nem kell élnünk a bűnrabszolgasága alatt, amint korábban. But we no longer need to live in slavery to sin like we did before. Azt mondja Péter, hogy legyen a mi törekvésünk haladni előre a szent életben. So Peter tells us that we should endeavor to go forward in our holy life. Mert Isten szent Isten, és arra hívott el minket, hogy hasonlóvá váljunk ő hozzá. Because God is a holy God and he called us to become more like him. Ja, azt mondja, hogy érdekes, hogy félelemmel éljétek jövevénységetek idején. And here it's interesting that he says that we should live our life here as pilgrims, but with fear. És ez nem azt jelenti, hogy rettegjünk Istentől vagy az eljövendő ítélettől. And this doesn't mean that we should just be scared of God or the coming judgment. Hiszen már elmondta, hogy ha Jézus megjön, akkor mi kegyelembe fogunk részesülni. Since he already told us that when Jesus comes back, we will receive grace. Jézus egészen, vagy Péter egészen másra hívja fel a figyelmet. No, Peter draws our attention to something completely different. Méghozzá arra, hogy ne legyünk felelőtlenek. He is asking us not to be irresponsible. Mert Jézus pont ezért halt meg, hogy mi szent életbe járhassunk. Because Jesus died so that we could walk in holiness, in a holy life. Jézus halála és feltámadása nyitotta ki a kaput számunkra. The death and resurrection of Jesus opened the gate for us. Hogy ne kelljen többé a bűn rabszolgasága alatt élnünk. So that we no longer need to live under slavery to sin. És az életünknek minden területét fel akarja szabadítani. And he wants to set every area of our lives free. Ha van olyan terület az életedben, ahol úgy érzel, hogy így meg vagy kötözve a bűntől. If there is an area in your life where you feel like sin has bound you. Akkor tudd, hogy Jézusra be akar menni az életével és segíteni, hogy ettől szabadulj meg. Then you need to know that Jesus wants to go into your life and help you get free from that. Tudjátok, a Luthernek igaza van. You know, Luther was right. Akkor ez a kijelentés itt nagyon kegyetlen lenne Pétertől. Or if Luther was right, then what Peter told us would be really a cruel statement.
Mert akkor azt mondaná, hogy próbáljatok meg minden erőtökkel szentek lenni. Because then he would tell us to try to be holy with everything we've got. Közben annyi erőtök marad, amennyi egy világi embernek van. But you have as much strength for it as a non-believer has. Mission impossible. Igen, lehetetlen küldetés. Ez nagyon fontos jól látnunk. So it is very important for us to view this in the right way. Te újjászületett hívő vagy. You are a born again believer. Akkor, amikor elkövetsz egy bűnt. So if you are a born again believer, then when you commit a sin. Az nem azért van, mert az általános állapotod vagy természeted. It's not because that's your general state or nature. Hanem ez egy baleset. But it was an accident. Igen, rosszul döntöttél. Yes, you made a wrong choice. Igen, a szabadságodban engedtél a kísértésnek. Yes, in your freedom you gave in to temptation. Lehet nem bízta elég Istenbe, hogy ő meg tud őrizni éppen. Maybe you didn't trust God enough that he is able to keep you from sinning. De miután ez megtörténik, ne így gondolkozz magadról, hogy hát igen, én továbbra is így fogok élni. But when that happens, do not think about yourself okay, I will continue to live like this. Folytatnám a felolvasást ugyanitt, 22-23. Vers. I will continue reading in the same passage, verses 22-23. Azt mondja Péter, az igazság iránti engedelmességben tisztítsátok meg életeteket képmutatás nélküli testvéri szeretetre a lélek által, és egymást tiszta szívből kitartóan szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születetek újjá, Istennek élő és maradandó igéje által. Szóval hogyan működik ez az erőteljes megszentelődés a gyakorlatban? How does this strong sanctification happen in actual life or in practice? Vágyom a megszentelődésre. So I long to be sanctified. És úgy döntök, hogy szeretnék engedelmes lenni Istennek. And I choose or I make a decision that I want to obey God. És tényleg szívből szeretnék ebben növekedni. And I truly long to grow in this from my heart. Mondjuk 5 év múlva szeretnék engedelmesebb lenni Istennek, mint most. For example, in 5 years, I would like to be more obedient to God than I am right now. És jó a motivációm erre. And my motivation is right for that. A motivációm képmutatás nélküli szeretet. And my motivation is love without hypocrisy. Nem azért akarok megszentelődni, hogy azt gondolják, hogy én szentebb vagyok, mint az Árpi például. I don't want to get sanctified because I want people to think that I'm more holy than Árpi is. Nyilván ez is mission impossible. Of course, that would be another mission impossible. Or egy másik lehetetlen küldetés lenne. De nem másoknak kell ezt mutatni, hanem Isten szeretném el dicsőíteni. But I don't want to show off to others, but I want to glorify God. És igen, el kell hinnem, hogy a Szentlélek tényleg felruház engem mennyei erővel. And yes, I need to believe that the Holy Spirit would truly give me a power from on high. Hogy az adott területen megtisztulás jön az életemben. So that I could be purified in a given area in my life. És ezzel a hittel imában kérem is, hogy ez történjen meg. And with that faith in my heart, I actually pray and ask him that it would happen. Hogy Isten, te megígérted, hogy ezt megcsinálod, kérlek téged, hogy szabadíts meg engem ebből a bűnből. So God, you promised that you would do this, so please set me free from this. Nem akarom, hogy az életem része legyen ez. I no longer want this to be a part of my life. És lehet, hogy hitben lépek is. And maybe I actually take a step of faith too. Lehet elhagyok bizonyos dolgokat, amit eddig csináltam. Maybe I just stop doing certain things that I have been doing up to this point. És lehet, hogy úgy gondolt, hogy hú, ez nekem nem fog menni, de azért így lépek, megpróbálom. And maybe you think I'm not going to be able to do this, but I will take a step of faith and I will still try it. És itt lép be a Szentlélek ereje. And then that's when the power of the Holy Spirit comes in. Aki ténylegesen segít téged valóságos életszentségben járni. Who it truly helps you live in holiness. És folyamatosan emlékeztetem magam arra. And I constantly remind myself. Hogy romolhatatlan magból születtem újjá. That I was born again by an incorruptible seed.
hogy Isten engem belül már megváltoztatott. That God has already changed me or did change me inside. Sőt, Isten az ő szent lelkét is belém adta. And actually God put his Holy Spirit into me. Ez a kettő együtt sokkal erősebb, mint a bűnnek bármilyen csábítása. And these two things are much stronger than the deception or the draw of sin. És gondolom, most azon gondolkoztok, hogy na jó, ez nagyon szépen hangzik. Or the attraction of sin. But maybe you are thinking, God, this sounds so wonderful. De miért van az, hogy útközben győzelmek mellett vannak bukások is? But why is it that as we live we have victories but also failures? Galata 5:16-tól 25-ig olvasom. So I will read Galatians chapter 5 from verse 16 to 25. Azért azt mondom, lélek szerint járjatok, és a test kívánságát ne vigyétek véghez. Mert a test a lélek ellen törekszik, a lélek pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Ha azonban a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény alatt. Arról már volt szó, ugye, hogy a mi újjászületett lelkünk más lett, mint korábban volt. I have already told you that our born again soul or spirit is different than it was before. Azt is mondhatjuk, hogy nincs teljes hatalma a bűnnek fölöttünk. We can actually say that sin doesn't have absolute power over us. És a kilátástalan függőség láncai szétszakadtak. And this hopeless addiction to it or the chains of hopeless addiction to sin have been broken. De ezzel együtt nem lettünk képtelenek a vétkezésre. But at the same time we didn't become unable to sin. Döntettünk úgy, hogy bűnt követünk el ezután is. We actually choose to commit sin, even after we have been saved. Viszont ahogy Pál itt mondja, a test és a Szentlélek közötti harc frontvonalában kell leélnünk a hívő életünket. But just as Paul says here, we need to live our Christian lives on the front lines of the battle between the flesh and the spirit. És itt a test alatt azt érti. And here, when he says flesh, he means. Ugye a lelkünknek az ilyen régi kívánságai, szokásai. He means the old desires and habits of our soul. Plusz ott van a világ nyomása, a sátán and nyomása. Plus, there is the pressure of the world and Satan. És ott van a lélek. And there is the spirit. Ezzel szemben a bennünk lakozó Szentlélek. Opposition to this, there is the Holy Spirit who lives in us. Ő vonza a mi lelkünket az Atyához. And he is the one who draws our spirit to the Father. És Pál szerint, amikor jön egy kísértés az életünkben. And Paul says that when a temptation comes into our lives, egy valódi döntéshelyzetbe kerülünk. We actually are faced with a real choice. A feszültség fokozódik. And tension is being built up. Régen ez nem így volt, döntöttünk gyorsan. Before it wasn't like this. We made a quick decision. Mikor nem voltunk hívők, akkor nem gondolkoztunk azon, hogy ez bűn, nem bűn. Before we were believers, we didn't think about the choice being sinful or not. Legalábbis sokkal kevesebbet. Or at least we thought about that much less. És ha ilyenkor Isten igében való hittel imádkozunk és lépünk. And when at a time like that we pray and take a step believing in God's word. A Szentlélek győztesen kivezet minket a kísértésből. Then the Holy Spirit will lead us out from that temptation into victory. Mert ő segíteni akar minket ebben. Because he wants to help us in that. Ha nem hisszük el, hogy a bűntől szabadok vagyunk. If we don't believe that we are free from sin. Ugye ez a felelős verzió. Felelős. Felelős, tehát ilyen felelős. This is the responsible igen. Version. Okay. Arra igen. Akkor ez nem fog megtörténni. Then this is not going to happen. Valamikor egyszer nem tudjuk csak így elhinni, hogy hú, Istenből tényleg megszabadítasz. Because sometimes we just cannot believe that God, you will really set me free from this.
És akkor lehet imádkozni, hogy szeretném ezt elhinni, mert tudom, hogy ez van leírva a Bibliában. And then we can pray that God, I really want to believe this because that's what your word says. De van olyan is, amikor lustaságba engedünk a kísértésnek. But sometimes it is because of our laziness that we give in to temptation. Ez a felelőtlen verzió. That's the irresponsible version. Amikor tudjuk, egyébként Isten megszabadítana, de most úgy most fáradt vagyok, most csináljuk. When we know that God could set us free from it, but I'm too tired, so I will just do it anyways. És akkor elkövetjük a bűnt. And then we commit sin. Ami baleset. Which is an accident. De mégis az a mi szabad döntésünk volt. But still, it was our free choice. Még Isten is tiszteletben tartja ezt. And God is going to honor it. És természetesen keresztényként rájövünk, hogy ez nem volt jó. And of course, as Christians, we realize, oops, that wasn't a good thing. Megbánjuk és Isten megbocsát. And we repent of it, and then God forgives us of it. 19-estől a 25-ös versig olvasom. And then I will continue to read from 19 to 25. A test cselekedetei pedig nyilvánvalók. Melyek ezek? Paráznoság, tisztátlanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, versengés, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, ahogy már korábban is mondtam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek. De a lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, hosszú törés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény, akik pedig Krisztuséi a testet indulataival és kívánságaival együtt megfeszítették, ha a lélek által élünk, a lélek szerint járjunk is. Itt elég nyilvánvalóan leír pár két listát. Here Paul gives us two clear lists. Luther-rel ellentétben. In opposition to Luther. Pál szerint az ember életviteléből kiderül, hogy a szent élek vezeti-e. According to Paul, the lifestyle of a person makes it clear if he is led by the Holy Spirit or not. Méghozzá nagyon gyakorlati módon. And it is a very, very practical thing. És nagyon érdekeset mond itt. And he says something really interesting here. Akik folyamatosan ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek. He says that those who keep doing these things, they are not going to inherit the kingdom of God. Lehet, hogy elvesztik az üdvösségüket. Maybe they will lose their salvation. Lehet, soha nem is tértek meg. Or maybe they have never been saved. Azt hasonlítanám, hogy aki állandóan és tudatosan balesetet okoz, attól el fogják venni a jogsit. So I would liken this to this example that whoever is constantly and consciously causing accidents, his driver's license will be taken away from him. So itt Pál egy folyamatos bűnös életmódról beszél. So Paul here is talking about a continuous sinful lifestyle. És azt mondja, hogy akik így élnek, azok nagy bajban vannak. And here he says that those who live like this are in great trouble. Ez ugyanis a megváltott élettel, mert az Istennel való kapcsolattal. A megváltott élettel, Istennel való kapcsolattal és a Szentlélek belső munkájával összeegyeztetetlen. Because it is incompatible with the redeemed life, the work of God and the inner work of the Holy Spirit. De írt Pál egy másik listát is. But Paul gave us a different list too. Az is egy elég gyakorlatias lista. And that is also a very practical list. A Szentlélek bennünk végzett munkája olyan erőteljes. He says that the work of the Holy Spirit in us is so powerful. Hogy ez bizony mások is észreveszik kívülről. That actually even others notice it who watch our lives. És amikor az apostolok a megszentelődésről és a bűn elleni harcról beszélnek, and when the apostles talk about sanctification and the battle against sin, vegyük észre a hangsúlyokat a Bibliában. Let's notice where the Bible places the emphasis. Sok győzelem, sok gyümölcs, a lélek ereje és szabadság a bűntől. A lot of victory, a lot of fruit, the power of the Holy Spirit and freedom from sin. Ez a jövőkép a keresztény életre. This is the picture of the future for the Christians. És hogy beszélnek a test cselekedeteiről? And how do they talk about the deeds of the flesh?
Ez a múltunk, mert mi már mások lettünk. That it's our past because we have been transformed. We have become somebody else. Történnek balesetek, de ezekre van bocsánat. Yes, accidents do happen, but they can be forgiven. Sázi feladat elolvasni a Római Levél 6. részét. And your homework is to read chapter 6 of the book of Romans. És Pál apostol nagyon erős kifejezésekkel él. Where Paul the apostle uses really strong expressions. Hogy tekintsük halottnak a régi bűnös természetünket. He tells us to regard our old sinful nature as dead. Szóval ma arra szerettek volna bátorítani titeket. So today I just wanted to encourage you. Hogy az erős evangélium mellett tegyétek le a hiteteket. That you would believe in the strong gospel. Mert úgy tűnik ez a bibliai álláspont. Because it seems like this is the biblical view. Mert Jézus nem csak teljes bűnbocsánattal megnyerte számunkra az örök életet. Because Christ not only gave us complete forgiveness of sin and eternal life. Hanem már itt a földi életünk során is megtörte a bűn teljhatalmát az életünkben. But he already broke the absolute power of sin over our earthly lives. És a régi bűn ellen tehetetlen természetünket bátran halottnak tekinthetjük. And we can boldly consider our weak fleshly nature that was powerless against sin, dead. You can consider it dead. És nem kell rettegnünk attól, hogy a bűnnel kapcsolatban a sorsunk folyamatos bukás. And we cannot, we don't need to be afraid that when it comes to sin, our fate or our life is about constant failure. Mert Isten győzelemre hívott minket. Because God called us to victory. És ez minden eszközt már adott nekünk. And because he has given us everything that we need for that. Ezen kérném a díszcsapatot, hogy jöjjenek. So I'd like to ask the worship team to come up again. Szóval lehet, hogy úgy vagy itt, hogy már régóta küzdesz valamelyik területen az életedben. Maybe you are here and you have been struggling in some area of life for a long time with sin. Akkor szeretnénk imádkozni érted. And we want to pray for you. Hogy tud bátran elhinni, hogy Istenből meg fog szabadítani. So that you could boldly believe that God is able to set you free from it. Nem a mi imánkban van az erő, hanem az Isten igéjében, amit kijelentett rólad. And the power is not in our prayers, but in the word of God that he already said about you. Keresztényként neked szabadnak kell lenni az ilyen bűntől. As a Christian, you need to be free from this sin. És lehet, hogy így vagy itt most, ma este. And maybe that's how you are here this evening. Hogy nem hiszel még Jézus Krisztusban, mint Uradban, Istenedben és megváltódban. Oh, that you are here, but you don't yet believe in Jesus Christ as your Lord and Savior. Tudd meg, hogy ő hív téged erre a kapcsolatra. Then please know that he is calling you to a relationship with himself. Lehet, úgy gondolkozol, hogy de jó lenne, nekem is meg lehetne ez. Maybe you're thinking, oh, I wish this was true of me. Én is mennyit kínlódok a sok bűntől. Because I struggle so much because of all of these sins of mine. Lehet, hogy ez a te estéd. Maybe this is your evening. És ő nem kér cserébe ezért semmit. And he's not asking anything for this in exchange. Jöhetsz hozzá szabadon, és ő megszabadít. You can come to him freely, and then he will set you free. És örök életet akar neked ajándékozni. And he wants to give you an eternal life as a gift. És ha ma őt behívod az életedbe. And if you ask him to come into your life today. Akkor már ma megszabadít téged a bűntől és haláltól. And then today he will set you free from sin and death. Mert megígérte, hogy ezt fogja tenni. Because he promised that that's what he would do. Azokkal, akik jönnek ő hozzá. In the lives of all of those who come to him. Szóval, hogyha úgy vagy itt, hogy döntöttél, és te jönni akarsz Jézushoz. So, if you are here and having made up your mind already that you want to come to Jesus, akkor ugyanígy itt elő itt fogunk állni vezetők, és szeretnénk imádkozni veled. Then some of us leaders will be standing up front and we want to pray with you. Gyere ide, keresd meg valakit. So just come here, look for someone.
Mondd el a jó hírt, ami veled történt. And tell us the good news that happened to you. És imádkozunk veled együtt, hogy bátorodj ebben az új életben. And we will pray with you that you would be encouraged in this new life. Dicsérjük az Urat, és so let's worship the Lord. És imádkozunk még egyet. But before that I will pray. Atyán, köszönjük neked, hogy te szabadító Isten vagy. Father, we thank you that you are a God who sets us free. Köszönjük neked, hogy azért küldted el a fiadat, hogy meghaljon értünk. And we thank you that you sent your son so that he would die for us. Jobbin rabszolgaságából minket teljesen megszabadíts. So that you could completely set us free from slavery to sin. Köszönöm, hogy megbocsátottad minden bűnünket. And thank you that you forgave all of our sins. Örök életünk lehet-e benned. And thank you that we can have eternal life in you. És a gonosz többet nem uralkodhat rajtunk. And evil can no longer reign over us. És kérlek, Uram, mindenkiért, aki most nem érzi magát szabadnak ettől. And Lord, I just pray for everyone who doesn't feel free here this evening. Hogy te üjtsd meg a hitét. That you would renew their faith. Hogy elfogadja, hogy te ezt már megtetted érte. So that they could just receive by faith that you have already done this for them. És szabadíts fel az ő lelkét. And please set his soul free. A te szereteteddel és gyengéd öleléseddel. By your love and by your gentle touch. Jézus Krisztus hatalmas nevében kérem ezt. And I ask for all these things in the powerful name of Jesus Christ. Amen. Amen. Jár az Úr szelleme, mindent átformál itt lent, mert itt jár az Úr szelleme, a föld el összeér, amely, mert itt jár az Úr szelleme. Mindent átformál itt lent, mert itt jár az Úr szelleme. Kérjük együtt! Csordulj túl e helyen, szívünk tiéd legyen, tiéd egészen. Érted, jöttünk ma el, és a szívünk fele, tiéd egészen. A föld el összeír, amely, mert itt jár az Úr szelleme. Mindent átformál. Mindent átformál itt lent, mert itt jár az Úr szelleme. A föld el összeér, halljuk meg együtt. A föld el összeér, amely, mert itt jár az Úr szelleme. Mindent átformál itt lent, mert itt jár az Úr szelleme. Ó,
csordulj túl e helyen, a szívünk tiéd legyen, tiéd egészen. Érted, jöttünk ma el, és a szívünk felel, tiéd egészen. Csordulj túl e helyen, a szívünk tiéd legyen, tiéd egészen. Oh, érted, jöttünk ma el, és a szívünk felel, tiéd flow in this place, fill our hearts with your love, surround.
us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Overflow, overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. To encounter your love surrounds us. A miracle can happen now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. A miracle can happen now. For the Spirit the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is vannak itt még falak, reméltem leomlanak, de te sosem hagytál cserben. Várva a változást, tudva, hogy győztél már. Uram, te sosem hagytál el. Ezt megígérted! Hisz megígérted, nagy a te hűséged, hűséged. Kezedben éltem, te vagy erőssége, te sosem hagytál el. Az éj már nem tart sokán, ígéd a fény sugár. Szívemből dicsérlek téged. Jézus, tiéd szívem, énekeljük együtt!
Jézus, tiéd szívem, szerelmet, hűséget, szívemből dicsérlek téged. Megígérted, nagy a te hűséged, hűséged. Kezedben éltem, te vagy erősségem, te sosem hagysz el. Hisz megígérted, nagy a te hűséged, hűséged. Te vagy erősségem, te sosem hagytál and you're
ösvény épül. Énekeljük együtt! Én láttam már, ahogy te mozdulsz, én elhiszem, hogy újra megteszed ezt, ahol nincs út, egy ösvény épül. Tovább menjünk két gyors dallal. Ezt a dalt nem is fejtek, de próbáltok meg csatlakozni hozzá, arról szól, hogy szálljon a hálánk fel. We will sing two quick songs or fast songs, and maybe you don't know the words, but it's about our gratitude or thankfulness rising to him. Azt mondtam, mert ő megérdemli. Because he's worthy. Because he's worthy. Igaz? Isn't it so? Téged keresünk.
már nem kell más. De értem, meghaltál, hogy végre éljek már, és most is bennem élsz. Kegyelmed Jézus felé kell, hogy átölelj, és ne engedj el, ha éljek most már örökké veled. Mert te rám találtál, megváltozott minden, Jézus veled minden más. Te jössz és átfested az életem, hát hadd legyek veled, örökké veled. Itt állok házadban! Itt állok házadban, téged magasztallak, csak rád van szükségem, Jézus. Már nem kell más! Te értem, meghaltál, hogy végre éljek már, és most is bennem élsz a kegyelmed, Jézus. Elég kell, hogy átölelj, ne engedj el, ha éljek most már örökké veled. Mert te rám találtál, megváltozott minden, Jézus veled minden más. Te jössz és átfested az életem, hát hadd legyek veled, örökké veled. Rám találtál, megváltozott minden, Jézus veled minden más. Te jössz és átfested az életem, hát hadd legyek veled, örökké veled. Téged kereslek mindig, a jelenléted az, ahol lenni vágyom én. Kell, hogy átölelj, kell, hogy átölelj, és ne engedj el, ha éljek most már örökké veled. Kell! Kell, hogy átölelj, és ne engedj el, ha éljek most már örökké veled. Mert te rám találtál, megváltozott minden, Jézus veled minden más. Te jössz és átfested az életem, hát hadd legyek veled. Megváltozott minden, Jézus veled minden más. Te jössz és átfested az életem, hát hadd legyek veled, örökké veled. Még egy nagy tapsot neki. Köszönöm szépen! Imádkozzunk együtt, értük most, jó? So, let's pray together for them. Uram, köszönjük neked Norbiékat, az egész csapatot. Father, we thank you for Norbi and his band. Köszönjük, hogy itt voltak ma. Thank you that they were here today. Hálásak vagyunk azért az ajándékért, amit nekik adtál. We are thankful to you for the gift you have given them. És köszönjük, hogy most rajtuk keresztül szolgáltál nekünk. And thank you that you used them to minister to us. Szeretnénk imádkozni értük, hogy áld meg a szolgálatukat. And we want to pray that you would bless their ministry. Uram, add, hogy növekedjenek a dicsőítésben, a zenében. Lord, may they grow in worshiping you and in their musical abilities. Kérlek, Uram, hogy kent föl őket a lelkeddel, és kérlek, Lélek, hogy használd őket erőteljesen. And Lord, we pray that you would anoint them by your Holy Spirit, and we ask you, Holy Spirit, that you would powerfully use them. Áld meg a gyülekezetüket, hogy növekedjenek bless számban, their church, lélekben. That they would grow in number and in the spirit.
Csak hálásak vagyunk ezért az estéért, Uram. So we are thankful to you for this evening. Köszönjük, Lord, hogy szolgáltál felénk. Thank you that you ministered to us. És imádkozunk, Jézus, hogy gyere és minél inkább csak így fesd át az életünket. And Lord, we pray that you would come and that you would repaint our lives. Hogy ne a mi akaratunk legyen meg a testnek az akarata, hanem a tiéd. It is not our will that would be done and the will of our flesh, but your will. Uram, taníts minket szabadon járni. Lord, teach us to walk in freedom. Köszönjük neked. Thank you. Köszönjük, Jézus, hogy meghaltál értünk. Thank you, Jesus, that you died for us. Kérlek, Jézus, hogy csak vezess tovább. And Jesus, we ask you to continue to lead us. Jézus nevében imádkoztunk. In Jesus' name we pray. És Isten minden ember and azt mondja, hogy people said, amen. Amen. Nagyszerű, hogy itt voltatok. It's good that you are here. Még egyszer köszönöm nektek, köszi. Thank you once more. És köszönöm mindenkinek, aki szolgált ma este. And I just want to thank all of you who served in some way this evening. Hogyha imára van szükségetek bármilyen témában, mi itt leszünk elővezetők, és szeretnénk veletek imádkozni. And if you need prayer concerning anything, some of us leaders will be here and we would like to pray for you. Vagy ha az Úr úgy vezet, hogy adakozni szeretnél, akkor ott megtalálod az adakozó doboz oldalt. The Lord is leading you to give, then the tithe boxes are by the entrance. Legyen nagyon szép estétek. Have a beautiful evening. Mi meg elbúcsúzunk azoktól, akik az internet előtt and néztek minket. Sziasztok! Goodbye to those who followed us online. Bye-bye. Köszönöm szépen.